Sziasztok! Én Angie vagyok, és ez itt az A and L Bank Channel, és most kivételesen egyedül vagyok. Liza most jön haza suliból, és gondoltam, hogy csinálok egy Airfryer kicsomi videót, egy ilyen gyorsat. Egyébként van már Airfryer-em, de amit látjátok, ez ilyen kis picike, majd összehasonlítjuk az ujjat, és az Asdában most volt egy nagyon nagy akció, bocsánat, a tetejét már felnyitottam. Szóval volt az Asdában egy nagyon nagy akció, ami azt jelentette, hogy ez a nagyobb fajta airfryer, ez olcsóbb volt, mint a kicsi. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy mivel hogy több mint féláras akció volt rajta, ezért megveszem. És hát nézzük is meg, hogy ilyen a tetője, és hát már itt van az én kicsikém, csak tudjam kivenni, itt van az én kicsikém, amint látjátok. Ilyen megmutatom, mellé teszem a régit, és akkor meg tudjátok nézni, azt csak ide oldalra eltettem. Nézzétek meg, itt van az én régim. Nagyon szeretem az Airfryer-t, viszont ez nagyon kicsike tényleg, és hiába csak ketten vagyunk, mégis úgy éreztem, hogy nem tudom tökéletesen kihasználni, mert egy nagyobbal sokkal könnyebben tudnék dolgozni, és ezért, mikor ezt megláttam, úgy gondoltam, megveszem. Ugye, itt van rajta a hőfokszabályzó, itt a tetején. 80-tól 200 Celsiusig lehet felmelegíteni, és itt pedig az időzítője. És jó. Ó, gyerekek, ez beragadt. Jó, de hogy ragadt be, hülye vagyok. Le volt ragasztva, én meg rángatom össze-vissza. Na, szóval. Itt van a kis... Na hát ez egy béna videó lesz, na azt már látom. Szóval itt van a rákhozzá. Itt. Ezt ide beleteszem, és mostanában azt szokták, hogy vesznek bele ilyen szilikon betétet. Azért, hogy akkor azt csak kiveszik, és tök könnyű elmosogatni. Úgyhogy szerintem én is fogok venni. Viszont addig én egy olyan megoldást láttam, és szerintem ez teljesen jó, hogy a belsejébe alufóliát tesznek, ugye nem csak így az aljára, hanem így oldalra, és akkor azt csak így ki kell venni, és akkor, és mivel hogy ez nem mikrohullámú, hát lehet használni benne. Úgyhogy meg lehet kapni belőle egy papírból, ilyen betétet, és hát olyat is, hogy ha péksüteményt készítesz, akkor az airfryernek az aljára egy vagy kettő kanál vizet kell tenni, és úgy a péksüteményt betenni, és akkor olyan lesz a péksütemény, mintha friss lenne. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ez a kis airfryer, nagyon örülök, hogy megvettem, ki fogom próbálni, és arra vagyok kíváncsi, hogy érdekel-e titeket olyan videó, amiben használjuk az airfryer-t, illetve még inkább, hogy érdekel-e titeket esetlegesen főző videó, amikor különböző ételeket készítünk el, mert például holnap nagyon sokáig fogok dolgozni, de holnap után például kagylót fogok készíteni. Van egy alkalmazás, ahol meg szoktam nézni a recepteket, hogy melyiket szeretném elkészíteni, annak az alapanyagait megrendelem, ugye bejelölöm, hogy ezt a receptet szeretném,
általában két személyre és három receptet szoktam kiválasztani hetente. Annak az alapanyagait elküldik nekem pénteken, a receptekkel együtt, és akkor elkészítem az ételeket, és így nagyon-nagyon sok féle fajta ételt el szoktam készíteni, ugye ezek általában nem magyar kaják, mert a magyar kajákat eleve el tudom készíteni, hát itt vannak a fejemben az összes, tehát. De ilyen egzotikus, ázsiai, olasz, spanyol, amerikai, mindenféle afrikai, mindenféle ételt szoktunk készíteni, és mondom, holnap után például kagylót készítek, és hát nagyon-nagyon gondolkodok rajta, hogy esetleg ebből egy videót készítsek nektek, lehet, hogy elkészül, és akkor hát, ha érdekel benneteket. Illetve még vissza van az, hogy most sajnos nagyon-nagyon elfoglaltak lettünk mind a ketten, de még vissza van az, hogy befele érzük a lakásnak a festését. És például itt a nappaliban szeretnék egy olyat, hogy a fehér festékben ilyen rose gold csillámot teszek. Nem ilyen sokat, csak hogy éppen, hogy azért valami kis csillám legyen, és azzal fogom például a nappalit megcsinálni. Az előszoba meg a fürdőszoba az ugye szürke marad, a konyha az ugye barna, a fürdőszobában nagyon csúnya a radiátor, azt fogom lefújni. Szóval ilyen apróságok vannak még vissza, attól függetlenül már egész jó, el vagyunk rendezkedve, és nagyon-nagyon szeretjük ezt a lakást, és egyébként nagyon-nagyon szeretjük ezt a várost, nagyon jó kis városrészben lakunk, és tényleg nagyon-nagyon csendes és nyugis, de most már itt eltértem a témától, szóval be is fejezem. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek a következő videóról, és a következőben pedig, ugye, Liza is itt lesz a következő videóban.